Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt. Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, ez elment hozzá és kérte, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magába, noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki. Mert a végén még nekem jön és megver. Az Úr így szólt. Hallottátok, mit mondott az igazságtalan bíró? Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön. Ezek az evangélium igények. Krisztusban szeretett testvéreim, csak az a kérdés, hogy amikor eljön az emberfia, talál-e hitet a földön. Tehát nem az a kérdés, hogy eljön-e, hanem hogy talál-e hitet. Amikor majd feltűnik az emberfiának jele az égen. Nem az a kérdés, hogy eljön-e nagy hatalommal Jézus, aki megalázottan a főpap előtt, szenvedésének sötétségében megvallotta, hogy majd látjátok az emberfiát, hogy eljön az ég felhőiben. Nem az a kérdés, hogy jön-e ítélni élőket és holtakat, hanem az, hogy talál-e hitet a földön. Mi mindig a saját kérdéseinkkel vagyunk elfoglalva, talán nem baj, de az már baj, hogy nem figyelünk oda arra a kérdésre, mert Jézus egyszer föltett nekünk. Talál-e hitet a földön? Akkor, amikor hatalommal és dicsőséggel végleg és nyilvánvalóan megérkezik, hogy az láthatóan és egyetemesen beteljesítse a teremtést és az emberi történelmet és a mi megváltásunkat, vagy dicsőségre támaszza fel a holtakat. Amit a jelenések könyvében az egyénre vonatkozóan olvasunk, az az egész emberiségre vonatkozik tehát. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki megnyit nekem, ahhoz bemegyek és vele vacsorázom, ő meg én velem. De ajtót nyit-e neki valaki? Talál-e hitet a földön? Nem azt mondta, hogy hiteket, különféle hitet. Nem azt mondta, hogy hiedelmeket, hanem azt az egyetlen hitet, amely elhangzott mindazok ajkán, akik halála és temetése után harmadnapra dicsőséges testben látták, amely így hangzott Tamás apostol ajkán, én Uram, én Istenem.
ezt a hitet keresi a földön, amikor ismét eljön. A többi hit nem rá vonatkozik. A Biblián kívüli hitek, lehet benne itt-ott érték, hiszen az ember keresi az Istent, de nem az az igaz gyöngy, amelyért mindent el kell hagyni, nem az emberiség történelmébe, szántóföldjébe elásott kincs, amelyet, mikor megtalál az ember örömében, mindent elad, hogy megvegye azt. Az Úr Jézus csak erről a hitről beszél. A többi hit nem rá tartozik. Esetleg csak feléje tart. Ezt a hitet keresi az utolsó napon, az utolsó nap riadalmában, mert csak ez a hit ismeri fel őt, amikor az egek nagy robballyal szétrepednek, és a mindenséget összetartó erők meglazulnak, amikor feltűnik az emberfia jele, a kereszt az égen. Lesz-e még, aki felismeri? A bukott angyalok, az elkározott szellemek mindent megtesznek az emberek bevonásával, hogy eltávolítsák a közéletből ezeket a jeleket. Az az idegesség, hogy az iskolák faláról eltűnt. Figyeljétek meg, még az is fel fog merülni, hogy a torony tetején lehet-e kereszt. Mert idegesíti azokat, akik nem abba hisznek. De a céljuk nem egészen az, hogy a keresztnek a látványát eltüntessék, hanem hogy Krisztus hívei távolodjanak el a kereszt misztériumától, a húsvéti szent titoktól, attól, hogy a második isteni személy emberré lett a szűzméhében. Meghirdette Isten országát. Mi emberek agyon vertük, akkor a bűneinkért imádkozva meghalt a kereszten, és harmadnapra dicsőségesen föltámadt. Pünköskor kiárasztotta a harmadik isteni szemét, megalapította a szentséges egyházat, amelyben ő jelen akar lenni. Ez a kereszt misztériuma. Egy fordított akcióval éppen a kereszt jelentőségét úgy akarják tagadni, hogy mindenütt áruba bocsátják. Ne menjünk ebbe bele. A jelentés nélküli kereszt nem zavarja gonosz szellemet. Csak arra való, hogy az emberiség feledje el a kereszt üzenetét. A hit, a Jézus Krisztusba vetett hit jelentését, lényegét feledje el és tagadja meg. Nyugodtan lehet bizsú, amit a nyakamba akasztasz. Vagy ott lóg az autón. Más horoszkóp képekkel és vadállati szimbólumok mellett, kiüresítve, jelentésétől megfosztva. Ha bekövetkezne egy teljes apostázia hitehagyás, ha megszűnne a Szent Kereszt misztériumainak ünneplése és hite, hogy tudnélik, megváltott minket az Isten fia, és dicsőségre föltámadt, ha ez teljesen megszűnne, akkor hiába tűnne fel az utolsó napon az égen a emberfia jele, senki se tudná, hogy mit jelentene. Mert a jelentését elfelejtették. Akkor a tévi állomások közvetítenék, és a sóspereszet ropogtató, kényelmes fotelbe ülő, sört vedelő polgár, vagy az egyetemesen lezüllött emberiség bordélyházainak füllett kamráiból bámulnák a különös jelenséget, de nem vernék a mellüket a föld népei, mert már régen elfelejtették, már régen megszűnt Krisztus egyházának a hite, a misék már évszázadok óta abba maradtak, és az úgynevezett keresztények sem hitükben, sem reménységükben, sem erkölcseiben nem különböznének a többiektől. Volna ugyan karácsony,
vigyázz, már indult a kiüresedés. A szeretet ünnepe, nem a szeretet ünnepe, tessék elfelejteni. Az Isten fiának megtestesülése és világra születésének az ünnepe. Csak ennek a szeretetnek az ünnepe. És csak annak az emberi szeretetnek, amely meg van jelölve a kereszttel, az önmegtagadással, a tisztasággal, nem a mocskos szeretkezések ünnepe. Vigyázz, a kereszt tartalmát akarják kiüríteni. És a kommunizmusban is, de most is arról fecsegnek mindig, hogy mit főznek karácsonykor, mit esznek, úgy utálom ezt. Nem ez a karácsony, hanem az, hogy az Isten fia eljött, és ezt sose fogják megérezni, hogy a karácsonyi beigliben és a tüleveleknek a csodálatos, meleg szobában áradó illatába a keresztény ezt érzi. Lenne még húsvét, de az a tavasz ünnepe, a tenyészet ünnepe, mocskosulna, piszkosulna egy nagy örök körforgásba, a földanyanénénk újjászületésének az ünnepe, egy nagy mítosz. Lehet, hogy Mária ünnepek is lennének, már készülnek rá, mert egyesek szerint a Mária az azonos a föld anya istennővel, tudod? A buta földdel, az anyaggal, hát ide jutottunk. Nem, az egy 2000 évvel ezelőtt élt zsidó lány, akit az Isten arra méltatott, hogy szeplőtelenül fogantatott, és az Isten fia a Szentlélek által megtestesült az ő méhébe, és ő világra szülte. Ott állt keresztje alatt. Hiába jönne el Krisztus, és szeretné beteljesíteni az annyi bűnnel, de annyi bűnbánattal is, annyi szenvedéssel, érthetetlenséggel, de annyi világossággal és fénnyel is kevert emberi történelmet nem tudná beteljesíteni. Érted? Az örök értelmetlenségbe zuhanna a világ, még a csillagvilág is, mert Szent Pál szerint az egész teremtés várja Isten fiainak kinyilvánulását, de már kihaltak az Isten gyermekek, már nem lenne keresztelés. Eltűnt az a hit, amely Jézus Krisztusba vetett reménység is egyben, amely abba kapaszkodik, hogy az Isten a szeretet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy elküldte egyszülött fiát. Csak az a kérdés, csak. Megtalálja ezt a hitet az emberfi, amikor eljön. Uram Jézus, én beléd vetett bizalommal, szavaidra hivatkozva, a Szentlélektől pappá kenve, megvilágosítva, a mennyei atya gyermekeként merészem neked ígérni, fogsz találni hitet a földön. Hiszen te ígérted. Te Péter vagy, és én erre sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Hogy ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Ígéreted a biztos reménységem alapja. Ez a reménység biztos, ha rád tekintek. De bizonytalan, ha magamra, vagy a mai kereszténységre tekint. Szavaid Isten szavai, mert te vagy az élő Isten fia. Szavaid nem emberi tudást közölnek, hanem a Szent Háromság egy Isten örök végzéseit. Ezért hozzáállni nem lehet egyoldalúan. Két véglet egyszerre. Végtelen bizalommal kell kapaszkodni ígéretedbe, hogy a te szent egyházad fönnmarad, de ugyanúgy feneketlen mélységű bizalmatlansággal tekinteni magunkra. Keresztény testvérei, meg kell térnünk. Ez a hiteles hit. Miattad, Uram, biztos, miattunk nagyon bizonytalan. Úgy imádkozunk, hogy mindent rád hagyunk. De úgy kell cselekednünk és megtérnünk,
mintha csak rajtunk múlna. Bocsáss meg, hogy ezt a te kérdésedet nem vettük eddig komolyan. A nagy ígéret, bizonyosság, el fogsz jönni. De nem figyeltünk szinte szorongó kérdésedre, hogy találsz-e még igazi, beléd vetett hitet a földön. Ezért torpa meg a misszió. Mert nekünk most befelé kell egyházzá lenni. Egy olyan egyházba megtérni, ahol az evangéliumot hirdetik, de nem a szerint élnek, nem élnek bűnbánatban. Ahol a házasság előtt épp úgy összefekszenek, és rohadtul paráználkodnak. Ahol kikaparják az anyák méhéből a gyermekeket. Ahol hazudnak, és csalnak, és lopnak. Ahol olyan papság van, mint mi, és nincs igazi bűnbánat, oda nem érdemes megtérni. Ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Mit jelent az, hogy zavaros keresztény hit? Panteista. Ha te Krisztusba reménykedsz, hogy mered megnézni a horoszkópokat? Nem szégyelled magadat? Hogy mersz menni javasasszonyhoz? Hogy mered isteníteni ezt a buta csillagvilágot? A belekevert hit, az mérgezett hit. Az nem keresztény hit. Rosszabb, mint a hitetlenség, mert a látszat a keresztény. Aztán, amikor az emberről torz képet alkotunk, és minket ez megmérgez, amikor már nem az Isten képére temelent egy szabad személy, hanem összekeverik az állatokkal. Amikor a házasságot már nem isteni intézménynek nézik, hanem a bulvár lapoknak fecsegő, parázna, bűzös, rohadt levegőjében nőnek föl, és az interneteken, és a papság bűnei. A hivatásunk félreismerése, amikor egy pap showman akar lenni, szervező, vagy építkező, nem pedig a szentségekben élő, Krisztus szívével összekötött ember, de főleg a szent mise, ha mellékes lesz. Testvérek, az nem keresztény, aki vasárnap nincs jelen a misén. Nem keresztény. Semmi köze hozzá. Ez nem kötelesség. Enélkül nem lehet. Kérdezd meg az első 500 év keresztényeit, a vértanukat, Szent Perpétuát, Cecíliát, Lúciát, Ágnes, Anasztáziát, az egyházatyákat. Kérdezd meg végig a történelemben a te szent őseidet, Szent Pió atyát, Teréz anyát, boldog Genetta, Benetta Mollát. Testvérek, mert valahányszor ugyanis a kenyeret eszitek, és egy kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Tehát azzal hirdetjük az Úr halálát, hogy misézünk. Ez a befelé hirdetés. Amíg el nem jön, mert mindig jön. Minden misében jön. Ha az egyház abba hagyja a szent misét, rögtön zavaros lesz az egész tanítás. Félelmetes. Ha nem szegezzük üdvösségünk szerzőjére tekintetünket, az új Mózesre, akinek már nem kell tartani a karjait, mert nincsen társ megváltó, csak a megváltó társa lehet. Mert ki vannak feszítve a karjai. És Mózes meghalt, és eltemették. Karjai elrothattak. Krisztus föltámadt, és mutatja dicsőséges sebeit, és mondja, én vagyok, ne féljetek. Ő nem tartja, senki nem tartja a karjait. Egy szüntelenül imádság értünk. Ez a világ bűneit elvevő, sátánt legyőző Jézus az, aki minden szentmisében jelen van, belép az életünkbe. És amikor az utolsó nap, az utolsó szentmisét mondják, a felmutatott ostya elolvad a pap kezébe. Nem lesz többet áldozás.
vége lesz a jeleknek, mert végre is örökre megérkezik. De csak azért, mert egyháza virrasztva várta. Ha nem várná ugyanúgy, ahogy 2000 éven keresztül, talán 1 millió éven keresztül még ezután, nem tudna eljönni. De nagy vigasztalásunk az, hogy az egyház is Krisztus teste. Ha romlik is és fertőzéseket szenved a tagjaiba, ugyanaz az Isten élet van benne, mint Jézus Krisztusban, a Szentlélek működik, és tapasztaljuk, hogy akármennyi romlás éri az egyházat, megújul a szentjeiben, és bennünk is, akik akkor azon az utolsó napon nem verjük már a mellünket, most verjük a mellünket, és megtérünk, mert akkor ránk vonatkozik, emeljétek fel fejeteket, elérkezett a ti üdvösségetek. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, Thank you.